Őszintén szólva, ennyire megtisztelve a pályámon, még nem éreztem magam, mint ezzel a díjjal. Ha, hát újra kimondom, hogy a nemzet művésze vagyok, mint ahogy az utóbbi napokban mondogattam magamnak, ezt csak örömmel és boldogsággal lehet fogadni. És úgy érzi az ember, hogy mégsem dolgoztam hiába, voltam jó költő, voltam gyenge költő, voltam prózaíró, voltam, hát még a, talán a pályám következtében külföldön is, kulturális, hát programvezető, minden. Most én nekem ebben a díjban foglalódik össze. A Magyar Művészeti Akadémia Nemzetművészet Díj Bizottsága a Nemzetművészet címet adományozza irodalom művészeti területen. Kalász Márton Kossuth díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. A kortárs magyar irodalom történetét gyarapító költői életműve elismeréseként és értékteremtő műfordítói tevékenységének megbecsüléseként. Felkérem elnök urat és miniszter urat, hogy adják át a Nemzetművészet díjat. Csak magyarul írtam verseimet, és ehhez az országhoz, ehhez a néphez tartozónak éreztem mindig magam. Egy bukovinai székely asszony a szülőfalumban azt mondta, hogy ide figyelj, fiam, te a mi fiunk is vagy, és ehhez tartsd magad. És ezt tulajdonképpen, hogy mondjam, lehet, hogy tréfának hangzik, de nem az. Ehhez tartom magam. A legfontosabb feladat, hogy újra verset írjak, azt mondjam el, ami most ebben a mi országunkban, ebben a világban fontosnak érezhető, hogy mi olyanok maradjunk mindig a tiszteletünkkel, a gondolkodásunkkal, amilyenek korábban voltunk, és hát én most 82 évesen remélem, hogy az maradok, aki eddig voltam.